Igazi sokoldalú tehetség Farkas Florence, a karcagi Nagykun református általános iskola végzőse, aki számtalan tanulmányi, mese és versmondó versenyen vett részt az elmúlt években. Idén sok versenyt online rendeztek. Florence jobban szerette az ilyen megmérettetéseket, mert ott kevésbé izgult, mint amikor színpadon kell kiállni az emberek a zsűri elé. Igen, én jobban szeretem az online versenyeket, mivel ott kevésbé izgulok, mint amikor a színpadon kell állni az emberek előtt. Pedig hát azért én korábban láttalak téged mesemondó, versmondó versenyeken, tehát ott azért ki kell állni a zsűri elé. Igen, már megszoktam az emberek előtt beszélni. És mi a nehezebb, verset mondani, vagy mesét? Mindkettőt szeretem, nem mondanám egyiket se nehezebbnek, talán a verseket jobban szeretem. Kedvenc költőd, versed? József Attila. És tőle mit szeretsz szívesen mondani? Verseket, a kedvenc versem a Tiszta szívvel. A magyar mellett kedvence a matek, ebből is több versenyen vett részt idén. A magyar, illetve a matekot is nagyon szeretem. Voltál valami matek versenyen is? Eddig nem sokan, de jövő héten pont megyek egyre. Hát akkor még van miért szurkolni. Egyébként bizonyítványod milyen volt fél évkor? Kitűnő voltam. És hova fogsz menni 8. után? A karcagi Nagykun református gimnáziumba, bioszkémia tagozatra. És miért nem a magyarra, hiszen sok magyar versenyen voltál? Mert a jövőben ezzel szeretnék foglalkozni. Mi leszel, ha nagy leszel? Most orvos szeretnék lenni. És miért? Tehát ez valakinek a hatására, vagy milyen élmény volt az, ami alapján így döntöttél? Papám is orvos, de nekem tetszik, mert az embereknek tudok segíteni vele. Sajnálja, hogy elválnak útjai társaival, de többen mennek a refibe, így ott találkoznak majd. Én nagyon szeretem az osztályom, sajnálom, hogy ez az utolsó év. Hát de gondolom többen maradnak majd itt, akik mennek a refibe, és akkor még ott tartjátok a kapcsolatot. Egyébként mit olvasol szívesen? A kedvenc írom Leinár Laura, tőle az összes könyvet olvastam majdnem, de leginkább ifjúsági irodalmat szoktam olvasni. És egyébként mondjuk ha kaptok biológiából, vagy történelemből egy olyan feladatot, amikor utána kell olvasni, akkor inkább neten, vagy kézbe fogod a könyvet, tehát milyen olvasó vagy? Inkább neten szoktam olvasni, az könnyebb. És egyébként mit kell még róla tudni? Vidám ember vagy, szereted a zenét, jársz a zeneiskolában, mesélj egy picit magadról. 4 évig zeneiskolába jártam, nem is 6 évig, fúvaláztam. Viszont az iskola miatt abba hagytam, mert túl sok volt már, de amúgy nagyon szeretem a zenét, és gondolkoztam abban, hogy újra elkezdek fuvalázni, mert hiányzik egy kicsit. És a zene számodra az mit jelentett? Tehát volt egy nagyon nehéz nap, hazamentél, és mondjuk tanulás előtt játszottál valamit, vagy akkor mit játszottál? Mindig mást, igazából a fuvalatanárom által feladott darabokat, de igen, kikapcsolódást jelentett. És mivel lettél több, hogy zeneiskolába jártál? Mondjuk rendszerető, precízebb, tehát milyen plusz tulajdonságokat kaptál? Úgy gondolom, hogy zeneiskolába jártam, alapból nagyon jó, hogy megtanulhattam egy hangszeren játszani, illetve mikor fuvaláztam, nyugodtabb lettem, úgy éreztem.